Gálai Zsuzsa divatos ékszereiről a Meril Fashion gondoskodik. Gálai Zsuzsa műsorvezetőt a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a mai műsoromban. Én Gálai Zsuzsa vagyok. Hát kérem szépen, a mai műsorban eléggé rázós témákról lesz szó, ami hát úgy gondolom, hogy most aktuális is lesz, és hát elég kemény ez a téma, amivel ugye foglalkozni szeretnék. Hát igaz, hogy csak pár percig, de hát nem fúzom, halasztom, hanem vágjunk a közepébe. Ugye az előző műsoromban az Aura térről volt szó, és hát arról beszéltünk, hogy ugye mindenkinek más és más az aura tere, nincs két egyforma aura tér, és hát az van, hogyha a külső hatásoknak ugye kitéve minden embernél vannak olyan hatások, amelyek ugye az aura teret gyengítik. És az aura térben bizony, ha foltokat, lyukakat, vagy éppen az aura térnek az elszíneződését látjuk, vagyis látom, akkor már ott azért felmerülnek olyan lehetőségek, hogy bizony probléma van. Na most az aura térnek a színei, azok egymásba folynak, energiák, erőterek, és ezek az erőtereknek a mondani valója, ez bizony elárulja egy embernek a jellemét, spirituális szintjét, az indulatát, a természetét, és hát magában véve az egész érzelmi intellektusát is hozzátenném. Na most az aura az egy olyan energiamező körülöttünk, ami, hát gondolom Önök is volt olyan, vannak olyan szerencsések, és hát mindenki látott már szivárványt. Hát bizony, a szivárvány színeiből kell, hogy összetevődjenek. És itt jön, hogyha valakinél, ugye a nap folyamán hát olyan energiahatások érik, amelyek ugye külső ingerek hatására működnek, és hát eléggé negatív, vagy teszem azt bánatos, vagy esetleg más negatív külső hatások, ártó hatások, akkor bizony-bizony ezek a színek hát elszíneződnek, piszkos színűvé válnak, és elsötétednek. Na most azt is hozzátenném még, így röviden, hogy ha egy baba megszületik, akkor az anyjával 5 éves koráig indigo színű az aura tere, tehát indigo lila. Na most, hát indigo kék vagy lila, ezt így lehet nevezni, és utána pedig, ami ugye hát a földi síknak megfelelően kezd szépen áthangolódni, kivilágosodni, és felveszi azokat a színeket, amelyek majd az évek során, hát ha felnőtt korára is, de szépen kivilágosodnak, és hát ugye akkor már elszakad az anyjának, mert ugye egy aura térről beszélünk, akkor már teljesen más energiákkal rendelkezik egy újszülött is. De maradjunk az aura térnek a színeinél. Hát kérem szépen, az aura tér halál után feloszlik. Ez ugyanolyan dolog, mint ha az ember ugye a kiromantiánál, a tenyér elemzésnél megvizsgáljuk mind a két tenyeret, és képzeljék el, hogy a bal tenyerünkben halál után az életvonal eltűnik. Ez nagyon érdekes dolog, és hát ugye mutatja az univerzum rezgését, mint minden, ami ugye belőlünk árad, és körülöttünk van, de ha már itt tartunk. És hát ugye nem sokára, nem véletlenül kezdtem így felvezetni a témát, mert ugye itt vagyunk már sajnos, vagyis hát nem sajnos, mert hát ez is egyfajta ünnep. Ugye jön a Halloween, és utána pedig itt vagyunk, hát a halottak napjánál. És kérem szépen, ugye a halottak napját mindenki, nem, hát nem ünneplésről van szó, hanem inkább megemlékezésről. És hát ez a megemlékezés, ez mindenkit máshogy érint. Na most itt azért én egy kicsit elbeszélgetnék, ha csak pár pillanatig is, hogy hát a fizikai szinten, ugye hát van egy vitathatatlan tény az életünkben,
az, hogy hát elmegyünk egy idő után. Itt hagyjuk a földi létet, és hát bizony elmegyünk. Én ezt azért mondanám így, mert ugye fizikai életünkben az okokozatnak a hatásai alatt élünk, ugye, aki, mert hát lehetetlen spirituális témáról és okkult témáról beszélni a reinkarnációnak a hitvallása nélkül, és miután az ezotérikus témában és a spirituális világfelfogás szerint minden, de minden reinkarnációból indul ki, és az okokozat törvénye szerint működik, ami itt a Földön van. Hát kérem, halál után az már teljesen más dolog, mert halál, ha azt vesszük, és most egy olyan nagy dolgot mondok, hogy nagyon sokan lehet, hogy megharagszanak rám, de nincs. Fizikai síkon van egy olyan, hogy az ember ugye leéli az életét, és sajnos, hogy az embernek ugye máshogy kell ugye áthangolódnia, tehát olyan, hogy átmegyünk a szellemi világba, az anyagi világból. Na most ez nem a bevégzést és a véget jelenti, a befejezést és a véget, hanem azt, hogy pusztán az öntudat egy másik állapotba való átrezgéséről van szó. Na most itt köveznek meg, mert nagyon sokan egyszerűen nem tudják elfogadni, nem hiszik el, de hát tudjuk ugye magunkról, hogy a földi, és elfogadtuk már, hogy a földi élet csak egy átmeneti színjáték. Na de gondoljanak bele, hogy azok az emberek, akik átestek a klinikai halálon, mennyi mindent tudnak mesélni, és mekkora változáson mennek keresztül. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ezek a visszatért emberek, amikor beszámolnak az ottani átélt élményeikről, a halál közeli állapotban, akkor rövid látogatásaik alkalmával, hát ugye nagyon szép dolgokról beszélnek. Nem furcsa ez? Ha olyan borzalmas lenne ez a halál vissza, akkor egyszerűen nem vágynának vissza. És nem azt mondanák, hogy hát nagyon rossz volt, és egyszerűen fú, félek, és nem szeretném még egyszer átélni, és teljesen egy negatív módon beszélnének róla. És magában véve az, hogy az ember megtapasztal, ez egy természetes folyamat, egy természetes dolog. De ha ugye az ember kénytelen, ugye az itt léte alatt, hát mindenkinek van családja, élet, rokonja, barátja, szerette, és ugye sajnos előbb-utóbb ugye mindenki át kell, hogy élje a halálnak a mondani valóját, és hát akkor azt szoktuk mondani, hogy engedd el, a legnehezebb dolog a világon, elengedni valakit. Nagyon nehéz, mert az, hogy el tudjak engedni valakit, az nem azt jelenti, hogy elfogadom, hogy nincs, hanem útjára engedem, és megpróbálom megértetni saját magammal, hogy egyszerűen egy más dimenzióban van, ő mindent tud, és érti, hallja, tudja az én lelki érzéseimet, gondolataimat, és ha van rá lehetősége, és ha ő úgy akarja, akkor válaszol is rá. Na de hát ez is egy bevett gyakorlat, mert ugye hát az egy dolog, hogy az ember ugye könnyen mondja, hogy engedjük el a másikat, tehát számtalan jelet adnak, csak nem vesszük észre, de ha sírunk, és tényleg az ember, mert hát nem tud mit tenni, állandóan ugyanazt hagyja, és csüngünk a múltnak az emlékein, azzal nem teszünk jót, nem tudunk előre menni. És higgyék el nekem, hogy neki se teszünk jót. Na most vannak olyan emberek, akik álomszférában, mert hát a halottakkal hogy lehet kontaktust teremteni így mi nekünk élőnknek? Hát vannak ugye halottlátók, szellemidézők, meg olyan médiumok, akik ugye létre tudnak hozni kontaktust, de hát ez egy olyan dolog, hogy nagyon meg kell a léleknek érni rá, és nagyon fejlett léleknek kell ahhoz lenni, hogy ennek a lehetőségnek a birtokába jussunk, hogy valakit valahogy megidézni. De ennek ellenére én azt mondom, hogy
van lét, van tovább lét. Lehetetlen elfogadni, hogy az emberi élet csak ennyi. Ha ennyi lenne, akkor nem lennének olyan megérzéseink, nem lennének olyan álmaink, amelyek ezt beigazolták volna. De én azt hiszem, hogy nem húznám el az időt, mert azért itt szeretnék önökkel beszélgetni is, és meg is kérném a kedves kollégákat, hogy kapcsolódjanak bele a műsorba, de a műsornak a nem emeldíjas és hívható telefonszáma 269-0386-os telefonszám, tehát nyugodtan nyúljanak a telefonhoz, nyugodtan és bátran hívjanak fel, ha valami kérdésük van, vagy bármilyen kérdésük van, ahogy ezt már megszoktuk. Csak én azért gondoltam, hogy ezzel a témával fogom a műsort egy kicsit átszínezni és kezdeni, mert hát ugye itt van ez a bizonyos megemlékezés, hogy emlékezünk az elmentekre, a szeretteinkre, vagy akár embertársainkra, és hát a legfontosabb dolog az, hogy ilyenkor, aki ki tud menni a temetőbe, tegye, de ha nem, akkor gyújtsunk gyertyát, és emlékezzünk meg róluk. Itt a legelső kedves telefonáló, ígérem, folytatni fogom még a témát, de hát önöké a terep, és hát azt hiszem, hogy ez így helyes, interaktív a műsor, ön van a műsorban. Én Kállai Zsuzsa vagyok, önben kit üdvözölhetek. Én Zsóka vagyok, 1949. április 20-án születtem Fülöpön, az Debrecentől 40 kilométer, és 2 óra 30 perckor hajnalba. Igen, és miben segíthetek önnek? Hát... Miről van szó? Hogy most elég sok problémám van, betegségem, hogy milyen változás jön az életemben, jön-e változás az életemben most. Na most egy elég fiatal bikával beszélek, akinek az álmaira és a megérzéseire nagyon oda kell figyelni. Na most, ha jól értettem, ön Zsókának hívják. Igen. Kedves Zsóka, teljesen mindegy, na most eléggé pörgős volt az élete eddig, eléggé érdekes, színes életet élt, de én úgy gondolom, hogy eléggé önerős időszakban van benne, úgyhogy ebben az évében azért jövő áprilisig higgye el nekem, hogy eléggé markáns időszakot él át, és én azt hiszem, hogy érdemes egy kicsit talán nem elveszteni a hitét, holott el szokta veszteni, hát egy Hold-Pluto együttállásnál, azért szakmailag, magánéletileg, vagy éppenséggel teljesen mindegy, hogyha répát ültet, vagy teljesen mindegy, mit csinál, akkor is elveszti a hitét, és hamar elmegy a kedve mindentől. De ha ebben az évében nem csinál a részletkérdésekből nagy dolgot, tessék nekem elhinni, hogy nagyon nagy sikerrel járhat, és még váratlan pénz is bejön. De még hát, nem most. Jó lenne, mert egy férfi nagyon sok pénzzel tartozik nekem, már majd 14 éve. Na most miután nem szeretnék pontatlan lenni, és a műsor hossza sem teszi lehetővé, hogy én itt humbukot mondjak, és hanem hogy elhúzzam, mert azt nem szoktam, hanem az van, hogy ezt eléggé le kellene pontosítani, hogy ki ez a férfi, és hogy ha már 15 éve nem fizetett önnek, akkor ezek után várható-e? Holott az évnek a rezgése mutat váratlan pénzt, tehát mutat pénzösszeget az ön életében, és bizony, áprilisig ez meg is fog történni, és meg is érkezik. És még azt akarom mondani, hogy hát ez a porckopás van a térdembe, meg a gerincem fáj, hogy ez a porckopás meg kell műteni. Kérem szépen, ebben az évében értem. Módon kezelhetem-e? Ne haragudjon meg rám, de ezt az orvosok fogják tudni, és azt hiszem, hogy ez az ő feladatuk eldönteni, hogy milyen kezelést válasszon, de ebben az évében eléggé tetterős, sőt, mondok mást is, ha ebben az évben az orvos azt mondja magának, hogy megműti, akkor nyugodtan vágjon bele, mert meg fog gyógyulni.
Értem. Jó. Mindenképpen még azt akarom kérdezni, hát idén voltam 70 éves, hogy lesz-e még vajon párkapcsolatom? Jó kérdés, nem is csodálom egy Vénusz rezgésű embernél, hogy ilyeneket mond. Kérem szépen most, ha tetszik hinni, ha nem, ebben az évben elképzelhető, de csak nagyon a vége fele, hogy tavasz után egy olyan érzelmi szintű hónapban már elkezdődhet egy valamiféle ismerkedés, vagy valaki a régmúltból fölbukkan, de az biztos, hogy előbb a pénzösszeg fog megérkezni ebben az évben még áprilisig, és utána pedig azt hiszem, hogy egy olyan érzelmi évben hát tendencia szerint van rá lehetőség. És ez az a férfi, akit régen ismertem, 50 ezt évvel ezelőtt? Nem tudom így megmondani, de valakit mutat majd a képlet, hogy ki, azt most még nem lehet így tudni. Még nem lehet tudni? Még nem lehet. Ha mondom a születési hónapját, napját, vagy évét, akkor... Na most elnézést kérünk, de hagyjunk mást is szóhoz jutni, jó? Jó, drága Zsuzsám, nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, én köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm, hogy itt volt. Minden jót kívánok, és tényleg hagyjunk mást is szóhoz jutni, mert gondolom, hogy hívnak ezerrel, és akkor aki nem tud bekerülni a műsorba, hát az egy kicsit idegesebb lesz, de hát azért remélem, hogy ha itt van valaki, akkor nyugodtan hívja ezt a számot. És a másik pedig az, hogy visszatérve erre tényleg a megemlékezésre és erre a halottak napi gyertyagyújtásra, nagyon sokan tehát úgy vannak vele, hogy nem mernek gyertyát. Ezen elcsodálkoztam, mert valaki azt mondta nekem, hogy ő nem mer otthon gyertyát gyújtani, fél. Nem szereti a gyertyát, fél tőle, babonaságnak hiszi. Hát én ezzel abszolút nem értek egyet. Ön van a vonalban, tessék mondani. Halló, halló. Igen, igen. Én itt vagyok, Kálai Zsuzsi vagyok. Szeretettel köszöntöm Önt. Halló! Halló, halló! Ön van a vonalban. Igen, jó estét kívánok! Szép estét kívánok! Kivasza vagyok. Igen. Arra fogom kérni, hogy a televízióját az halkítsa le, és csak igen, a telefonba beszéljünk, mert akkor itt igen, össze-vissza begerjedünk. Én még egyszer elkérném a nevét és a születési képletét. Jó estét kívánok! Piroska vagyok. 1952-09 26-án születtem. És igen, tessék mondani. Az egészségi állapotomra lenne kíváncsi, és a párkapcsolattal kapcsolatosan, mert ideig nem volt szerencsém, hogy várható. Na most tessék nem figyelni. Szeptember 26-ai, hát az egész életében azért itt eléggé... Nézze, nem tudom, hogy milyen szakmát választott, de azt maga nagyon jól csinálta. De abban nagyon sikeres volt, és nagyon jól csinálta. Ezzel semmi probléma nem is volt soha, hanem itt párkapcsolati problémát látok, és mégpedig olyat, hogy egy rettentő nagy csalódás sorozat után van. Hosszú idejű, tehát mindenféleképpen, miután a Szaturnusz azért ez egy retrográd bolygó, és hosszúra elnyújtja azokat az életszakaszokat, amelyek behozzák az életében a párkapcsolatot, vagy a magányt, ezt a kettőt. Na most miután ön mérleg halában született, hát nagyon fiatal mérleg, és hát azért inkább pörög, mint nem. Én azt mondanám önnek, hogy nem fog egyedül maradni, tehát egyedül létre utaló bolygót nem igazán látnék, de ebben az évében még nagyon sikeres tud lenni. Tehát ez az a korszak a kedves hölgyeknél, és önnél, amikor bizony-bizony nagy sikerrel tudna járni, nem fog egyedül maradni. Nem fog egyedül maradni, de amennyire zárkózottan él, annyira legyen most nyitott rá. Nagyon szépen köszönöm. Mi még a kérdést tessék mondani? Hát az egészségi állapotommal kapcsolatosan, hogy szeretnék meggyógyulni, hogy elég sok betegségem van, hogy várható-e javulást, vagy... Mindenféleképpen jó időszakban van ahhoz, hogy meggyógyuljon. Én úgy gondolom, hogy azért a csontozat, vagy esetleg olyan probléma, ami a vesével kapcsolatos. Csontozat, bőr,
esetleg valamiféle olyan probléma, ami nehezebb betegség. De ki jön belőle? Köszönöm szépen, további szép estét kívánok. Köszönöm szépen, tehát jó időben van, és én úgy látom, hogy azért, ha nehezebbnek is érzi netán az időszakokat az életében, és magában a párkapcsolati korszak, tehát párkapcsolati problémának a mondani valóját az életében, és egyedül érzi magát, akkor ne keseredjen, mert még szeptember nagyon messze van, és én úgy gondolom, hogy addig még azért nagyon sok minden tud történni. És ami várható párkapcsolatom, az sikeres lesz? Azt majd akkor el fogom önnek árulni, amikor majd a párkapcsolat megérkezik, és tudni fogjuk az Úrnak a születési képletét és a nevét. Mert idáig a jóságomért mindig csak a rosszat kaptam. Ez így szokott lenni, pláne egy Hold-Vénusz együttállásnál, de kérem szépen azért, ha ne legyen ilyen borulátó, hiszen ön azért mérleg. Még ha egy fiatal mérleg, akkor is, tehát nem igazán kéne borulátónak lennie, hanem én inkább azt mondanám erre, hogy el fog jönni mindennek az ideje, és ebben az időszakában nagyon sikeres korszakban van, tehát egy jó időszaka van. Úgyhogy merjen nyitni az élet fele, hanem ne zárkozzon be, hogy inkább nyisson. Higgy el, nekem elő fog gyógyulni. Jó? Nehezen viselem az egyedül létet. Hát pontosan erről beszélek. Ezért kellene. Ezért kellene, de nem fog egyedül maradni, tehát el fog jönni az az időszak még szeptemberig, hogy valami párkapcsolat, vagy valaki esetleg felbukkan az életében, és lehet, hogy váratlanul fog ez történni, de ha zárkózik és elzárkózik, akkor semmi nem fog történni. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy most ebben a korszakában sorszerű, előre mondom, sorszerű dolog fog önnel történni, tehát egy sors fordulatot látnék a mostani korszakában. De ez még jövő szeptemberig még benne van. Jó? Tehát jövő szeptemberig ez még meg fog történni. Köszönöm szépen, további szép estét is. Én köszönöm szépen, és további szép estét kívánok önnek és önöknek is. És azért sietek ennyire, mert tényleg nagyon sok a mondani való, és hát ugye itt állunk egy hosszú hétvégénél, és egy ilyen ugye időszakban, amikor tényleg emlékeznünk kell az elmentekre, és hát tényleg az ember ilyenkor egy kicsit megpróbál elcsendesedni és átérezni az elmenteknek a rezgését, vagy éppenséggel a hiányát, de arra kérek én szépen mindenkit, hogy és azokat is arra kérem szépen, akik félnek attól, hogy mécses gyújtanak, és félnek attól, hogy egyszerűen egyedül vannak, és félnek attól, hogy kimennek a temetőbe, vagy mert nagyon sok ember érez így, hogy nagyon depresszív ebben a korszakában, ami érthető ezekben a napokban. Ne tegyék, mert van tovább, tehát nagyon sok visszaigazolás volt. Jó, de én elhiszem, hogy fájdalmas az elmenés, és fájdalmas, ha elvesztünk valakit. De hinni kell benne, és higgyék el nekem, hogy az álmok nem hazudnak. És álomszférában mindenki találkozhat a hozzátartozóival. És nagyon sokan ezt el is mondják nekem, hogy nagyon sok visszaigazolás van arról, hogy tehát álmodnak azokkal, akik elmentek. Tehát ha elhisszük, hogy a fizikai élet az egyetlen létezési forma, akkor ez egy illúzió. Legyen ez a zárszó. És köszönöm, hogy velem voltak. Jövő hét kedden folytatjuk, és akkor más témát is hozok önöknek, ami már az életszerűbb lesz, de hát az is egy másik élet, amiről beszéltem. Nézzék meg az ismétléseket is, és tartsanak velem. És mindenkinek nagyon szép estét kívánok, és köszönöm, hogy velem tartottak.
Kállai Zsuzsa divatos ékszereiről a Merjő Fashion gondoskodik. Kállai Zsuzsa műsorvezetőt a Victoria Maxi női ruházat öltözteti.